Kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Mennyibe kerül hazánknak az újvidéki halálosztó őrzése ellátása címmel? Ferenci Gábor képviselő illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Magda Marinkót, az újvidéki halálosztót, a magyar kriminalisztika történetének legbrutálisabb sorozatgyilkosát 95-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre. A gyilkossági sorozat 93. december 19-én kezdődött, amikor Magda szerb társaival meggyilkolt egy kecskeméti vállalkozót és feleségét saját otthonukban, valamint az éppen náluk lévő szerb férfit is kivégezték. 94. január 5-én Orosházán öltek meg egy védtelen nőt. 94. január 23-án megölték a szegedi neves cukrászt, Zénagy Bálintot, valamint 42 éves feleségét, 16 és 10 éves gyermekét, igaz, ezt az esetet nem sikerült egyértelműen rábizonyítani. Palicson és Szabadkán 8 embert végeztek ki, így összesen 16 ember élete szárad a lelkén. Az elítélése idején hazánkban a jog nem ismerte a tényleges életfogytiglani büntetést, így ez az embernek nevezett vadállat már 2020-ban szabadlábra kerülhet, annak ellenére is, hogy bizonyos körökben egy, a Magda Marinko által írt halállistáról is beszélnek, melyen az őt rács mögé jutatók nevei szerepelnek. Szerbiában, ahol a jog igazságosabban kezeli az ilyen őrülteket, halálbüntetés rótta ki a volt idegen légiósra. Magyarország éppen ezért tagadta meg kiadatását, hiszen a hazai jog tiltja a hazájukban halálítélt személyek átadását. Tisztelt államtitkár úr! A szerbiai parlament azonban közel 10 éve eltörölte a halálbüntetést, 40 évi szabadságvesztésre változtatva a kiroható legsúlyosabb büntetést. Személyes javaslatom az lenne, hogy a temerini fiúk szabadon bocsátásáért cserébe adjuk hát ki Magda Marinkót a szerbiai igazságszolgáltatásnak. Az igazságtalanul elítélt temerini fiúk ügyében ugyanis semmilyen előrelépést nem tud felmutatni a magyar külpolitika. Magda Marinkó magyarországi fogvatartása viszont indokolatlan és hihetetlen költségeket emészt fel. Kérdezem ezért tisztelt államtitkár urat, hogy tervezik-e, figyelembe véve a költségeket és a körülményeket, hogy kiadják-e a sorozatgyilkost a szerb hatóságoknak, mennyibe került hazánknak ez idáig összesen az újvidéki halálosztó, mekkora összegeket emész fel Magda Marinkó fogvatartása, egyheti őrzése, ellátása. Megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Az ön által kérdezett elítélt őrzésével, ellátásával kapcsolatban az alábbiakról szeretném önt és a tisztelt házat tájékoztatni. A magyar állam büntetőigénye nem forintosítható. Ha a bíróság egy bűnözőt elítél, akkor a büntetés végrehajtás azt a jogerős ítéletet végrehajtja. Különösen igaz ez egy olyan elítéltre, aki Magyarországon az ön által is felsorolt súlyos bűncselekményeket követte el. Az elítéltet jelenleg Tiszalökön szigorú őrzés alatt tartják, hiszen igen súlyos bűncselekményeket követett el. A büntetésvégrehajtási intézetben több alkalommal dolgozott, és jelenleg is foglalkoztatják az elítéltet. A kérdésében szereplő nem is olyan sokára történő szabadlábra helyezéssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az elítélt szabadulásának felülvizsgálati ideje 2019. március 24-e, tehát több mint 7 év múlva vizsgálják egyáltalán felül. Ez egyébként nem jelenti azt, tisztelt képviselő úr, hogy valóban szabadulni is fog, hiszen számos körülményt mérlegel a bíróság reményeink szerint. Szerbia kiadatási kérelemmel egyelőre nem fordult a magyar hatóságokhoz, ezért az nincs folyamatban, erről nem tudom önt tájékoztatni. Információink szerint az egyik szabadkai bűnügyben szintén eljárás várja az elkövetőt Szerbiában. Tájékoztatom továbbá, hogyha az elítélt 2019 után mégis szabadulna, a jogerős ítéletben mellékbüntetésként Magyarország területéről történő végleges kiutasítása kerül végrehajtásra. Köszönöm figyelmét!